ököllel ütötte a reptéri biztonságiakat egy külföldi férfi Ferihegyen. Egy szigorúan őrzött területre akart bemenni, de útját állták a védelmi ellenőrök, ekkor támadta meg őket. A 25 éves férfit végül őrizetbe vették, gyorsított eljárásban bíróság elé állították és kiutasították Magyarországról. A férfi szombaton délután 4 óra körül sétált be a Liszt Ferenc repülőtér utas termináljába. Semmi gyanúsat nem láttak rajta, elvegyült a több száz utas között. Nem sokkal később azonban a 2A terminál egyik szigorúan védett szolgálati átjárójában tűnt fel. Ezt a részt csak alkalmazottak használhatják, idegenek nem léphetnek be a területre. A férfi a védelmi ellenőrök többszöri felszólítása ellenére sem állt meg, sőt ököllel többször megütötte az őröket. A Budapest Airport ZRT munkatársai rendőri intézkedést kértek a helyszínre. A rendőrök a helyszínen elfogták a szír férfit, majd előállították, és súlyos testisértés büntet kísérlet, valamint garázdaság büntet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették. A férfi ezután bűnügyi őrizetbe került, majd gyorsított eljárásban 2 nappal később bíróság elé állították. A 18-19. Kerületi Bíróság végül garázdaság és két rendbeli könnyű testi sértés vétségében találta bűnösnek a 25 éves férfit. Az ügyészség úgy ítélte meg, hogy nem kívánatos ennek a férfinak a magyarországi tartózkodása, erre figyelemmel kiutasítására tett indítványt, melyet elfogadott is a Kerületi Bíróság, ennek helyt adott, és 4 évre kiutasította Magyarország területéről. A férfi most idegenrendészeti őrizetben van Nyírbátorban. Kiderült, hogy a szír férfinak német papírjai és német tartózkodási helye van, ezért hamarosan kiadják Németországnak.